Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Szeretett és tiszteltel köszöntöm a Falkon projekt, Herkeli az elején már neve, Csipovisnyi Zahedni Krisztina foglalkozása, Lagapedus, biztos, hogy emlékeznek a kedves hallgatók, meg ti is ugye erre a gávölgyi paródiára, Zoltán nem biztos, hogy emlékszik, mert fiatal, István határeset, mert olyan egykorúak vagyunk, ami azt jelenti, hogy rendkívül fiatalok vagyunk, Herkeli a Falcon projekt rockzenekar két tagját szerette volna bemutatni, sikertelenül. Farkas István Ricsi személyében, aki több alkalommal volt már mi interjú, nagyon, nagyon köszönöm, hogy befáradtál, ismételten megtiszteltél, és a zenekar új tagja, Bene Zoltánt köszöntetem őszintén nagy-nagy szeretettel, aki ugye a decemberi interjú alapján már a neve nem is csendült fel, de ugye nyilvánvalóan az egyeztetés alapján már úgy volt, hogy mivel ugye a egy együttesetek egyik tagja kivált, ezért mindenképpen egy hasonló kvalitású zenésszel kellett őt pótolni. Ricsi, erről egy picit beszélj, szeretettel köszöntelek, mint mindig. Szervusz Ákos, és én is köszöntöm a, a hallgatókat, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és hát beszéljek. Alapvetően szeretném nagyon nagy örömmel bejelenteni a zenekar új énekesétben Bene Zoltánt, aki most már tűzkerestségen túl van, hiszen a Rudán Joe előtti koncerten uh, megtörtént a beavatása, de igazából ez is csak egy képletes dolog volt, hiszen novemberben már két koncertet levittünk vele, Na, az évzáró két koncerten ő segített ki bennünket, hát akkor még uh, beugró jelleggel, és akkor még az is volt a terv, hogy uh, majd uh, más lesz az énekes, és közben úgy alakultak a dolgok, hogy egyrészt a két koncert és a felkészülés a tapasztaltak miatt, valamint az időközben lehetőségként elénk került tankcsapda koncert miatt kellett egy olyan döntést hoznunk, hogy egy igazán olyan emberekkel dolgoznunk, aki százszázalékig kész van a színpadra, és az oli az, az, olyan. Ricsi, te novemberben már érezted, hogy Zoltán, ugye akkor lehetett tudni, hogy csökken a létszámotok, hogy Zoltánra szükség lesz, hiszen egy másik média felületen Zoltán lenyilatkozta, hogy ő nem az a beugrós típus, ugye szombathelyi zenekarból jön, ennek ellenére kell ez a kölök nekem, nem kölök. Hát, ö... tehát a novemberi két koncert előtt három héttel, tehát tizen, 18. ha volt, és 24. -e. Tehát előtte három héttel november elején derült ki, hogy Tonónak, az eddigi énekesünknek, akinek ezúton is jó egészséget kívánok, hiszen a barátság megmaradt, csak hát a zenekarból hát végül is távozott, de tisztelt itt megmaradt. Tehát bármikor várjuk nagy szeretette a koncertjeinken, és ez tényleg így van. Tehát mikor kiderült az ő problémája, hogy ő neki vissza kell venni a terhelésből, akkor, akkor nagyon gyorsan kell dönteni, és akkor több szálon futott a történet, és végül is voltak még közreműködők, akik, akik a színpadon ott voltak velünk, és volt egy olyan terv, hogy egy olyan ember lesz az énekesünk, aki győri, itt van helyben, aztán jött a tankcsapda koncertnek a lehetősége, és nagyon gyorsan el kell döntenünk, hogy egy hosszabb távú projektbe válunk bele, és, és felépítünk valakit, vagy pedig nézzük azt, hogy itt van a tankcsapda, és ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz hasonló lehetőségünk, és itt most egyből a toppon kell lenni a zenekarnak, és, és egy olyan érdekes kell, aki most... Ebben a pillanatban, vagy abban a pillanatban, amikor ez kiderült, ugye még tavaly év akkor már ő bármikor bevethető. És akkor... A koncerteken tapasztalt kellemes élmények, illetve hát a, a próbédőszakban tapasztalt hozzáállás, az emberi kvalitás, a, egyáltalán az, hogy szerintem ezeknek az... mind klappolnia kell, igen, ugye, mert igen. jól énekel a hangszerekhez való viszonya, affinitása, de emberileg is azért itt utazások vannak, nyavajgás, vagy nincsenek sztáralúrjai, nem három hölgyet kér koncertek után, elég neki egy. Ja, és, és, a, és, ami, és ami nagyon fontos, hogy. Ö, nem találkoztam még olyan énekessel, pedig néhány jó énekessel már dolgoztam, nem találkoztam még olyan énekessel, aki megkérdezett volna engem arról, hogy a dalok miről szólnak. Ó, tehát, hogy kell -e tudnia valamit, a... tehát itt most a falkontalokról beszélünk. Mondjuk gondolom, a két dal, meg a soha nem elég meg ilyesmi, hogy ez, ez, miről szól, az, az, nyilván nem én fogom meghatározni, vagy hát annak meg van a története, után lehet olvasni. De hogy mondjuk a falkondalok miről szólnak, és hogy van-e valami olyan történet, amit ő neki tudnia kell a felkészülés során, hogy ezt hogy közelítse meg, hogy hogy akarja előadni. Tehát nálunk például, ami, ami ilyen szempontból nem azt mondom, hogy kényes, de hogy egy nagyon számomra fontos dolog, az a Fény és Árnyék című ilyen lirikus dalunk, ami egy nagyon kedves barátnak a, a szerelmének a, a, a halálára íródott. Tehát ő sajnos megbetegedett és elhunyt. És uh, erre kaptunk egy kérést, hogy az ő emlékének állítsunk, uh, egy, egy, vagy készítsünk egy dalt, és őneki ajánljuk ezt uh, mind a mai napig. Uh, ezért nem mindegy, hogy azt hogy adja elő valaki. És uh, Zoli első a blikre is úgy adta elő, hogy az nekünk tetszett, és láttam a színpadon is, hogy úgy szellemül át, ahogy egy ilyen dalnál kell és ez a barátunk, a, egyébként a zenekar videós, a Mosonyi Zsolt, aki külön megköszönte a koncert után, hogy, hogy nagyon hálás érte, hogy, hogy azt látta, hogy tényleg, ahogy egy ilyen emlékdalat kell énekelni, úgy énekelt az Oli. És ez nagyon fontos, nem volt ilyen énekes még, aki ezt megkérdezte volna, hogy ezekhez a dologhoz hogy kell viszonyulni. Elénekelték jól, vagy kevésbé jól, de, de az, aki Akkor erre is, is felkelt a, a energiát, az, 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 mutat egy minőséget. Ez, 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 ez nem is elsősorban a szakmai minőség, mert nyilván az is, is, de emberi minőséget. Emberi Egyébként pedig nekem is, ugye, hát neked nem is mondanám, nem is mondani a méreteid alapján, nem, Ricsi, jó kapcsolatokat, de így, hogy itt elő, itt Bene Zoltán ül előttem egy jó embernek tűnik azért ez milyen, nem, hogy egy műsorvezető ilyet mond. Zoltán, hozzád fordulnék mindenképpen egy picit, mert ugye novemberben már beugró voltál, érezted akkor, hogy állandó felkérés kapsz, gondolok itt arra, hogy nem most kerültél ki a konzervatóriumból, nem most látsz először gitárt, a Falcon zenéje ugye mindig is inspirált, illetve érdekelt, egy szombatai komoly zenekar tagja vagy. Beugrásokat nem nagyon vállaltál, ennek ellenére a novemberi segítséget ugye megadtad, most azonban ugye állandó szerepet tölt ez be, és egy óriási dolog, mert március 23-án, március 23 nem 48-49-ről beszélünk, hanem az Audi Arénában történő koncerten már nem azt mondom, hogy debütálsz, mert ugye addig is lesznek koncertek, add már a szót, Herkelió, átadom a szót Zoltánnak. Hogy történt a megkeresés? És üdvözlöm a hallgatókat. De a megkeresés az úgy történt, hogy hogy volt az említett két novemberi koncert, és ricsék oda kerestek egy beúrós énekest, és én én örömmel elvállaltam. Valamilyen szinten úgy képbe voltam a zenekarral, tehát hogy, hogy mondjuk az ember valamilyen szint, tehát hogy képbe van mondjuk azzal, hogy mondjuk milyen zenekarok vannak egy adott városban. A kollégákkal, igen. Így igen. Van. És én, én ismertem egyébként a Falcon zenekart ilyen szempontból. Még néhány dalt is hallgattam korábban. Mm kihívásnak látott te ezt őszintén, úgyhogy ő már egy fészekből érkezel, ahol ugye szintén nyilván szeretnek, ott is a tehetséget okán vagy ott, ennek ellenére ez kihívás, és nyilván nem csak az, hogy majd Bernike is ott lesz, mert erről még Ricsi nem beszél, ennek van időnk, Bernike mellett én is szívesen állnék a színpadon, folytasd. Abszolút egy jó kihívás, tehát az, az tehát én alapvetően egy gitáros énekes voltam, sőt, eltöbb gitárosként indultam, utána lettem énekes, és akkor ez nekem egy teljes új terep, hogy akkor gitár nélkül csupaszon oda kiállni, egy szám mikrofonnal, és, és az egy teljes új terep, és engem nagyon vonzott ez a kihívás, még mindig ki akartam próbálni magam egy ilyen környezetbe, ugyanakkor meg ott volt a stílus, hogy ez a klasszik tetszenek a kóverek is, a saját dalok is igazából teljesen, teljesen jó működnek, meg nem állnak messze tőlem, és nekem ez így nagyon ö, ö, egy vonzó dolog volt, hogy kipróbáltam magamat, ugyanakkor tetszenek a lehetőségek is, tehát, hogy, hogy abszolút, meg az emberek is, tehát, hogy hogy szerintem mi így a falcon egy nagyon jó ö, csapatot alkotunk, mert nem csak zeneileg vannak ott az emberek az egészben, hanem hanem ö, emberileg is teljesen jól működünk együtt. Én is így vagyok egyébként, Ricsit, nem csak a rockzene iránti rajongásom, mert én nem voltam se a rockzenész, hanem emberi mi voltja miatt is hívom meg. Kívül az ember úgy tűnő, hogy könnyebb csak gitározni, hozzá nem értő diszkópatkánként, vagy énekelni. De te azt mondod, hogy egészen más nyilván harmónia szükséges pengetés, illetve mondtad, hogy ezt ha csináltad is, ezt együtt csináltad, most azonban külön át, át kell szokni, nem tudsz mit csinálni az ujjaiddal, oda barakod, mint Napóleon vagy hátra, nem egyszerűsítem le ennyire, de nyilván más, mert fontos a külcsíny is, hogy ránéz, ugye ezt szimpatikus fiatal embereket lát komoly roktudással, de nem mindegy, hogy az ember ott lötyög, meg magyarozza magát, tehát valahogy el kell tölteni a koncert alatti látványt, és ez, ez jól kivételesebb. Hát igen, ugye, ugye, például olyan a helyzetekben, amikor mondjuk az énekes nem csinál semmit, olyankor egy, egy kicsit ilyen, nem is tudom, kiszolgáltatottabb, tehát egy ilyen mondjuk az, hogy csupasz érzés, mert ugye végül is a dal alatt az ember mindig gitározik. És nekem ez a része furcsa volt, viszont az nagyon tetszett, hogy, hogy mondjuk, mondjuk gitárosként én mindig vokáloztam is, vagy adott esetben már énekeltem, és itt meg, meg egy ilyen szabadságot ad, hogy hogy sokkal könnyebben oda megyek mondjuk zenésztársaimhoz, akkor sokkal könnyebben kommunikál az ember a közönséggel, akkor például tökre szeretek mozogni, Színpadon is. És... oda mész, egy kicsit mondjuk meglapozgatod Ricsit, vagy a többiek vállát, tehát amíg ő mondjuk penget, így közben, mert neki van egy kiállása, akkor te nem nézelődsz ott meg. Ugye? Egy koncertről ez, beszélek. Ez az emberre válogatja, tehát tehát például Ricsi szerintem nem szeret, hogyha szóló közben mondjuk a vállát megveregetem. Ez volt egy is a fejét. <laughs> Úgyhogy, tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen szinten azért nem, de, de egy teljesen másfajta kommunikáció van a színpadon és meg a közönséggel is. A dalok betanulása hogy működik? Ugye a Falkonnak nagyon nagy a széles, úgymond a repertoárja. Aztán rá rá rátérünk el, Ricsinél, ugye március 23-ra, mert ez egy nagyon fontos dátum, kérem mindenkit írja be a naptárjába, meg az érdekességeket is mond el, ugyanis az Audi arénában az álló csillag, ugye a rock jelenlegi, mondhatjuk, legnagyobb nagyágyúi, majdnem azt mondtam, hogy a hooligans, de azok itt voltak szilveszterkor, a tankcsapda érkezik hozzánk, már lehet jegyeket is vásárolni. Számok esetében hallottatok egymásról, ezeket a számokat azonban pontosan meg kell ő, tanulni, megvan. És ami érdekes, egy másik média feleten beszélgettem veletek, ami Ricsi említette, hogy te voltál az első olyan énekes, holott nagyon sok énekessel, jó kvalitású énekesekkel dolgozott együtt, aki a miértet is, a szám mienségét, miért alakult ki, is érdeklődött. El lehet azt adni oké, okay, jó, prima, de te érdekelted, főleg a Falkon saját számai, hogy ezek miért készültek, mi a emocionális háttér, ez fontos. Ilyen típus vagy, a, amúgy is ilyen akkurátus? Vagy csak eljátszottad, hogy fővegyenek, nem ám? <laughs> nem. Ugye a kóvereknél ott, ott, hogy Ricsi is mondta, ez, azt nem mi határozzuk meg, hogy ez miről szól, arról mi, mi, nem tudunk, csak gondoljuk, de például a saját daloknál ott, ott valamilyen szinten egyszerűbb a helyzet, mert ha jól tudom, a legtöbb szöveget Ricsi írta. Igen. Gyanítom. Igen, és, és ugye meg tudtam tőle kérdezni. Nekem az fontos, hogy, hogy tudjam, hogy mit adok elő. Mert mondjuk egy kóvelnél, oké, okay, látok bele valamit, de mondjuk egy saját dalnál sokkal hitelesebbnek érzem, hogyha tudom azt, hogy mondjuk a, az íróban mi volt belül, amikor megírta. Ugyanakkor meg van a másik része, hogy nekem is valamit jelent a dal, és mondjuk a kettőből csináltam egy ötvözetet, és, és euh, így, tehát hogy így tudom előadni hitelesen. Tépelődő típus, vagy tehát kiállsz gitár nélkül, mikrofon, nem tudom a mikrofon, a kezedben van-e, vagy állványon, ez ugye emberre válogatja, és akkor előadod, és mondjuk a harmadik percben, ez nekem nem tetszik, kívülről abszolút nem látszik, ricsiék lehet, hogy látják, de nem. Hogy működik ez? Mert ezt be, betanulni, tehát nem megy, amikor az ember kisgatjába bemegy a fürdőbe, és akkor ott énekelget egy sokkal színpadon, több száz, akár több ezer ember előtt a legnagyobb flesh a világon, és csak azt tudja, aki színpadon van, tehát aki nem nem, azt csak ú. Uh, nálad ez hogyan? Én nem gondolom magam tépelődősnek. A színpadon mindig van egy flow, egy flow, amikor fönn együtt zenéltek, valamit alkottok, és figyelnek rátok. Ez egy Egyrészt ad egy hatalmas töltetet, tehát mondjuk az ember bármi, én mindig azt érzem magamon, az ember bármilyen fáradt mondjuk egy koncert előtt, mikor fölmegy a színpadra, mintha kapott volna egy, nem tudom, egy adrenalin injekciót, teljesen felpörög, és egy ilyen, sokszor ilyen euforikus állapotba kerül, és hát ezekben az üres időkben meg nem tudom, ott meg, a, ott meg mindig próbálok mozogni, meg úgy, elvegyülni a, a zenében. Január januárt írunk számok betanulásával, hogy állsz, mert aztán Ricsi nek adnám át a lehetőséget, ugyanis a Falkon saját számokkal kedveskedik majd március 23-án, amúgy persze az egész repertoárját az évben előadja, de itt tesz ki kifejezetten az ő gondolatuk, hogy ugyan vannak azok a standard zenék, amik óriásiak, néha lerágott csontnak tituláljátok őket, viszont kajája a nép, tehát adni kell, mert ugye Vox Populi Vox Dei, népszava, Isten szava, megint megmutattam, hogy egy szentenciát tanultam a bencéseknél, amik ki nem raktak. Elfelejtettem a kérdést, Zoltán. Ki hogy, hogy állok a számok betonozásával? Azt hiszem ez volt. Igen. Szerintem teljesen jól. a műsor nagy részét azt még tavaly sikerült megtanulnom, elsajátítani, azóta pedig, pedig inkább mélyültek a dalok, tehát hogy sokkal magabiztosabb vagyok benne, és, és szerintem már sokkal jobban is tudom előadni őket mert kevésbé kell azon koncentrálni, hogy hú, itt melyik sor jön, jó, biztos, ez jön, oké, okay. és, és egy sokkal, sokkal jobb előadást tudok ezzel biztosítani. Vannak még olyan dalok, amik, amiket szerintem, mondjuk, mondjuk ricsék el tudnak játszani, én meg még nem próbáltam, de, de amiket most jelenleg műsorra teszünk, azokat én már tudom. Tehát a saját dalokat, azokat mindig játszuk mindenhol, azok, tehát azok, az volt az alap, hogy a saját dalok legyenek meg, az pedig a második szá, hogy mondjuk a feldolgozások is menjenek. Az, hogy te csak énekelsz, és nincs a kezedben mikrofon, az annak tulajdonítható, hogy a kollégáid, barátaid, zenésztársaid megcsinálják ezt a dolgot. Ugye egy rockzenekar négy fővel indul, én úgy tudom, minimum, aztán lehet, hogy me mehet ez főjebb. Ha neked gitár lenne a kezedben, az zavarná őket, vagy okafogyott két gitár, nem értek ám hozzá, csak eljátszom. Érted, hogy vagy? Szerintem nem zavarna őket. Szóba is Kívül, került. Hogyha jobban játszik, mint én. Igen, az mondjuk ciki. <laughs> és lapozgatja a vállad, vagy lapogatja a vállad, miközben kiállsz és szóló. Tehát olyan szinten szóba került, hogy mondjuk nem tudom, ha mondjuk a jövőben írnánk egy olyan dalt, hogy mondjuk jó lenne bele, nem tudom, mondjuk akár egy, egy akusztikus gitár, vagy egy plusz gitár, akkor hogy miért ne? Tehát, hogy én se zárkozok el tőle, többiek se, tehát ez így teljesen jól működik. Ricsi óriási hangulatban telik majd, hát hál' a január is, de egy picit beszéljünk a március 23-nál. Hogy történt a felkérés, ismertek vagytok, nagyon jók vagytok, jó emberek vagytok, de nem mindenkinek adatik meg, ugye ez szerintem sorsszerű mondhatjuk predestináció, eleve elrendeltség, inkább átadom neked a szót, a felkérés a március 23-ai tankcsapda koncert előzenekarának lenni. Uh... Hogy hogy, 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 történt a felkérés? Hát megkeresett bennünk a Győr Projekt Kft. És, és megkérdezték, hogy ráérünk-e, és lenne -e kedvünk játszani. És nem nagyon kellett rajta gondolkodnom, úgyhogy természetesen e, ráérünk, akkor is ráértünk volna, hogy egyébként nem értünk volna rá de és természetesen az sem volt kérdés, hogy, hogy van-e játszani. Ez egy óriási lehetőség, nagyon nagy megtiszteltetés. Én ezt úgy fogom föl, és én azt gondolom, hogy nyugodtan beszéltek a többiek nevébe, bár ezt nem egyeztettük le, hogy én ezt el fogom itt mondani, de én azt gondolom, hogy egyrészt nekünk a zenekarnak ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen több ezer fős publikum előtt kiváló technikai körülmények között egy, egy nagyon rangos zenekar előtt, és egy nagyon-nagyon nagy Helyszínen, tehát egy, egy nagyon jó helyszínen. Audi a réni, ikonikus, csak a kedves hallgatóknak mondom. Ikonikus helyszínen játszhatunk, ami, ami már önmagában is egy presztízs értékű dolog. De ugyanakkor azt gondolom, hogy nekünk azzal is tisztában kell lenni, hogy itt bizonyos értelme győr rockzenai közösségét képviseljük, és hát mi ennek megfelelően próbálunk hozzáállni a dologhoz sokan gratuláltak már, akik így hallották, hogy lesz ez a koncert, és én mindenkinek azt mondtam, hogy majd inkább beszélünk gratulációról utána. Mi mindent megteszünk, és nagyon nagy izgalommal várjuk az egészet. Szuper. Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön, tehát azt mondja, a harmad vonal, másod -harmad vonalbeli zenekarokként ez abszolút Magyarországon a plafon. Tehát én nem hiszem, hogy ennél följebb Egyetlen. lehet jutni. Tehát... Más egyébként ilyenkor, amikor felléptek, rengeteg fellépés után, komoly koncertek után, nem is azt mondom, hogy druk, mert hál' Istennek ugye ez már nincs, úgy más nagy olyan színpadokon is felléptetek hasonlókon, mint mondjuk, amit a Audi Arena prezentál, olyan szertenézés azt mondta, hogy a betyárját neki ezért csináljuk. Ez nem mondod el nekik, csak ugye, ahogy fölnézel, ott az a több ezer ember, mert akár 5-6-7-8 ezer ember is ugye részt vehet az Audi Arénából, ott a küzdőteret is úgy alakítják, és nem az Audi Eto KC hölgyei játszanak éppen tíz köztét, Val valamelyik futottak még NBA 1-es csapattal. Ricsi? Uh, Hál' Istennek ö, többször előfordult valóban, hogy olyan közegben játszhatunk, nekünk ez a törekvésünk is, hogy a zenekart eleve olyan helyszínekre próbáljuk oda vinni, ahol, ahol kiemelkedő technikai körülmények vannak, és hát nyilván ez egybe feltételezze azt is, hogy közönség is van. Mert ugye két út van alapvetően, vagy azt az utat próbálod járni, hogy mindenhova elmész játszani, akár a kiskocsmába az öt ember előtt is, és ebben semmi baj nincs, öt ember előtt is nagyon jó bulit lehet játszani, de technikai értelemben megvalósítani azt a zenét, amit te itt a kis agyadba kitaláltál, azt nagyon nehéz bizonyos technikai színvonal alatt. És kisebb Erre Igényesek helyen... vagytok? Mert Zoltán szerint te nagyon. Meg hát Zoltán, meg a többiek is. Hát nem tudom, mennyire vagyok igényes. Erre Remélem, az hogy az kevesek zeneire. szerint vagyok igénytelen. De hogy, hogy törekvés van arra, hogy, hogy amit mi átélünk, az nekünk is élmény legyen. én bevallom őszintén, 52 éves leszek, 53, én nem... Én csak 50 bőbő és ehhez gratulálunk. Én emberek vagyunk, te nem vagy az Ricsi. De hogy, hogy szerintem, szerintem 20 éves korunkban, vagy az én korosztályom, a mi 20 éves korainkban, éveinkben megéltük azt, hogy mentünk mindenhova, és mindent bevállaltunk. Trabanttal a világ másik felére elmentünk játszani, egy, tényleg egy sörér. Most, most abba próbálunk gondolkodni, hogy az, amit mi csinálunk, az nyilván legyen egy élmény a közönségnek, de legyen élmény nekünk is nem tudjuk, hogy meddig tart, nem tudjuk, hogy meddig lezzenek zenekar, nem tudjuk, hogy... Tehát nyilván 53 évesen nem karriert építesz. Egy kicsit azt mondom, hogy éjjel de ez nem igaz, mert azért nyilván mi előre is gondolkodunk, de hogy, hogy amiket elérünk, az, az legyen élménynekünk, Legyen élmény egy tankcsapda játszani, tehát ott nem csak koncentrálni akarunk és jól játszani, hanem jól érezni magunkat, kiélvezni az utolsó pillanatig az egészet, jó, abszolút jó értelemben. Megyünk utána a Barátra, a Motoros Fesztiválra, gyakorlatilag a magyar rockzene élvonalával együtt állunk színpadra, és azt el kell mondom, hogy az Arbona Eagles, MC Hungary, a győri motoros barátaink segítsége nélkül sem. Széle igen. Igen, elképesztő, hogy támogatást kapunk tőlük, és például ezekkel a lehetőségekkel, hogy ilyen, ilyen körülmények között léphetünk színpadra, mint ott is. Aztán Sitkei Rock Fesztiválon már voltunk többször, és most nagyon szanszos, hogy ebbe az évben is újra szerepet kapunk Sitkén elindítottuk tavaly a Falcon Falkonrockfestet, ami saját brandünk, azt ősszel szeretnénk továbbvinni, szintén a Bridge-ben megrendezve. Ez egy alapvetően a győri zenekarokat valamilyen szinten összefogó rendezvény lenne, mindig egy sztár zenekarral, és ezt szeretnénk továbbvinni. Ez nem egy kis volumenű dolog, anyagilag sem, de ezzel is megpróbálunk felfele törekedni. És nagyon valószínű, hogy az év vége fele is lesz motoros évzáró, amin valószínűleg megint szerepet fogunk kapni, ott szintén az élvonallal játszunk együtt. Tehát ez, ez egy, ez egy kiváltságos helyzet, és nem azért kiváltságos, mert mert annyira mindenkinek a, a, a show felét én fényesen nyaltam, hanem egész egyszerűen a zenekarnak van egy teljesítménye, és erről nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És ezt a teljesítmény nagyon sok helyen értékelik, és többek között arra is szeretnék nagyon büszkelni hogy a Tankcsapda koncert után, hogyha... Az az ember, vagy az, az emberek, akik úgy döntöttek, hogy bennünket ajándékoznak meg ezzel a lehetőséggel, azt mondják, hogy igen, megérdemelték, érdemes volt, jó volt. A egy biztos, Ricsi, hogyha mondjuk műsorvezetők kerestetik, akkor oda is beajánlanának, mert egyébként teljesen alkalmas vagy rá. Ez nem azt jelenti, hogy letészem a lantot, mert nehéz az, de győr de hmm. jelentkeztem annak idején, ha. de nem, nem, feleltem meg. Emlékszem ezt még a tényleg, tényleg. Azt, azt mondták, hülyes, az azt hozzá. mondták, hogy sokat kell rajtam alakítani. Na majd az orosz majd akkor fenékbe rújjuk. Nem, emlékszem, volt egy ilyen Szerintem behattam volna, én, én, én se jutok a húzba. Nem, nem nem, is tudom, hogy akkor kit vettek volna föl. Egy nagyon picit a koncertre menjünk, mert időnk sajnos véges. Március 23, tankcsapda, és a Falcon projekt együttes csodálatos rockzenekar, az előzenekar, kérem szépen. Időintervallumban nagy koncertet is tudnátok adni, de nyilván itt ugye a tankcsapdal fő. Milyen zenei repertoárral készültök, és máshol elmondhat, hogy egy csodálatos hölgy is megtiszteli a zenekarotokat, ha csak beugróként, alkalmanként, de nyilván látványilag is jó. Igen, ugye tavaly évvégén az ismert események miatt e kellett variálnunk az énekes szereposztással, és ettől függetlenül is ugye a, a színpadra fel zsűrében együtt végzett munka okán megismertem Boda aki egy tüneményes személyiség, és nagyon-nagyon tehetséges. Nem csak a hoppáréval kell azonosítani, mert már szólózik, meg minden, de óriási a saját karrierjét, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neki, és mi, hogy összebarátkoztunk, jött a, a, a fel, az ötlet, hogy mi lenne, ha esetleg meghívnánk valamikor valamelyik koncertre fellépni, és ez a koncert, ez a mi rockfesztiválunk volt, Bocsánat, hülyeséget beszéltem, a novemberi koncertek November, voltak előtt, és összekevertem. Igen. Tehát a novemberi két évzáró koncertünk volt, amikor a, a zárt játszottunk oda-vissza Győrbe és Budapesten, és a Detti a mi kedves vendégünk volt, és ebből az együttműködésből adódóan jön velünk most a Tankcsapda koncertre is, és Falkon dalokba fog szerepet vállalni, és ezt a felkéréstől nagyon nagy örömmel vállalta és még nagyon nagy izgalommal várjuk az egészet, ugyanis itt egy kicsit megint különleges adunk, és ez is egy törekvésünk, hogy egy picit, picit próbáljunk olyat csinálni, amit más nem. Ezzel próbáljunk is különlegeséget adni. Nyilván kölcsönösen jó, mert meg tudja szólítani a mi közönségünket, megismerik rajtunk keresztül, illetve hát mi meg tudjuk szólítani az ő közönségét, és így szélesedik a a ez koncepció egyébként, szintén, Ricsi, hogy, hogy, hogy nagyon jó zenét, vannak, de nem azokat az mindenki által szeretett, imádott, együtt dalolt, együtt fütyült, notált, nó egy kifejezetten, amiket szerintem 90 ban te írod a szövegeket, ha nem, akkor azt mondom, azt mondom, hogy hazudsz, bár nem vagy az, azokat játszátok most. Ez szám szerint mondjuk négyet, ötöt jelent, hármat, ez, ez, négyet. úgy néz ki, hogy egy 30 perc lehetőséget kapunk, ez azt jelenti, hogy 8 nota, ha jó ja, számom, 8 nem szám, ebből. 8 és ebből... Nem kevés, nem? Hát az már úgy meg tudja mutatni ja. az a karakterét, és mi nekünk igazából ez a célunk ezzel az egésszel, hogy, hogy ha már egyszer megkaptuk a lehetőséget, akkor éljünk vele, és minél jobban promotáljuk azt, hogy ezek vagyunk mi. És amikor az Oli érkezett a zenekarba, akkor ez volt a döntésnek az egyik legnehezebb része, hogy nekünk úgy kellett meghozni a döntést a jövőre vonatkozólag, hogy azt az arcolatot mutassuk, ma például ezen a koncerten, amit szeretnénk a következő években is mutatni. Március 23-a Audi Arena Tankcsapda, illetve a Falcon Project zenekar, az előzenekar minimum fél órás intervallumba, majd aztán, amikor pár hónap, vagy esetleg egy év, és mondjuk az Audi Arénában a Falcon projekt lesz a főzenekar, akkor én csak egyet kérek, hogy ingyen is bérment vettem, mert nekem lesz a megtiszteltetés, én konferálhassalak fel titeket. Amilyen szemét vagyok, ezt el is érem. Addig megyek, jóval lehet, hogy mást kérnétek föl, de ez nekem fontos lenne. Uraim, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok még egy fél percerünk van, úgyhogy, úgyhogy tőled, Ricsi, elköszönök, és szeretném, hogyha havonta másfél havonta megtisztelnél, mert március 23-a után is van élet, de ott ugye mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Zoltán, milyen lesz az Audi arénába beugróként, novemberben már megtanultad a dalokat, szeretnek, ő szépen beszélnek rólad a kollégák, illetve a kollégák közül a legnagyobb, nem csak kvalitásban, hanem termetileg ugye Ricsi, milyen lesz három mondatba az Audi arénába kiállni, 5-6-7-8 ezer ember előtt, zenész vagy, volt már ilyen, de azért az úgy, na, ez egy kiemelkedő lehetőség, és azt gondolom, fantasztikus lesz, és egy hatalmas élmény, életre szóló is lesz szerintem, meg egy hatalmas adrenalin bomba. Úgyhogy nagyjából így lehetne összefoglalni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és megismerhettelek én is, meg hát ugye a hallgatók is, akik esetleg nem ismertek. Nagyon köszönöm, uraim, hogy itt voltatok. Jó egészséget kívánok az évre, mert ez a legfontosabb. Aztán Peace, Love, Harmony, azokat inkább azokra bízzuk, akik nem a rockzenével foglalkoznak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük Sziasztok. a Sziasztok. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.